Sziasztok, Pizza Partik, 20 ezer fő. Bizony, ennyi van már a csoportban, és ki a 20 ezredik? Hát én. Te kattintottál egyébként? Én, igen. Te, na, üdvözöllek a klubban, újra. Úgyhogy, azt hiszem, János, igen. Ugye? És a pároddal jöttél, aki pedig a... Petra. Ő segít nekünk kamerázni, és képzeljétek el, hogy milyen az élet, hogy te frankon a 20 ezredik vagy, tehát semmiféle se távol, ismerik egymást? Találkoztunk valaha? Nem. Na, hát csak te találkoztál velem a kamerán keresztül, ugye? Igen. Mióta nézed a videóimat, vagy ilyesmi? Hát én fél éve kell. Fél éve nézed, na. Szóval fél év után jutottad, hogy rákatintottál a Facebook csoportra is. Igen. És milyen jókor. Szóval az az érdekes, gyerekek, képzeljétek el, hogy a János az 10 évet pizzáztál Ausztriába, azt mondtad? Hát kicsit többet. Úgy szumában olyan 12-t. Nem, semmi. Mondtam is neki a telefonban, hogy akkor majd jöhet nekem fikázni majd, hogy mit, hogy csinálhatnék jobban. És volt pizzériád is, ha jól emlékszem, egy rövid ideig? Hát részt vettem egy pizzéria működésében, létrehozásában, vagy ilyesmi. Na, tehát akkor van egy csomó tapasztalatod. És otthon mióta pizzázol? Otthon? Hát mióta? Jó régóta. Szerintem ilyen 15-20 év. Na. És megkérdeztem, hogy pizzázunk együtt, hogy te is hajlandó vagy a vetni, sütni, és mondtad, hogy... Ja, abszolút. Na. Szóval, mivel készülünk, Anikám, nagyon örülök, hogy ilyen szerencsésen kattintottál. Én örülök, hogy szerencsésen elértelek, és hogy el tudtál jönni. Három fajta tésztával készülünk most. Említettem az előző videóban, aki látta, hogy szeretem a Vesuvio lisztet, ezt a kis kedvenc lisztünket, többfajta hidratációban kidagasztani, és megcsináltam most 65-ös hidratációra, megcsináltam 75-ös hidratációra, és ezt a kettőt ki fogjuk sütni, és akkor összehasonlítjuk, jó? Okay. Megnyomkodjuk, rákóstolunk, megnézzük a kottúrát, hogy egyáltalán mik a különbségek, illetve elkészült még gyakorlatilag még egy tésztánk, ugye a harmadik, az pedig a Moresinából és a Duéból, az Ore Fibi Duéból, amiből tegnap sütöttem. Ugye abból van még tészta mára, és abból fogunk még sütögetni, vagy full integrálni. Az egészség felhangján. És egyébként nagyon-nagyon se János, mert figyel engem a videókba, és készült alapanyagokkal, úgyhogy hozott buffalát, ugye? Mozzarellát, meg hoztál valami kis húsikát is, ugye? Igen, egy szerránosonkát. Szerránosonkát, na. Yeah. Tehát mivel gyakorlott pizzás vagyok, akkor neked ez nem lesz gond ezt elhelyezni. Nem, ezt mikor rakod rá, sütés előtt vagy után? Utána egy díszítésnek, jó. Igen. Hát meg a pizza hője fogja egy kicsit meg. Próbálj. Sonkát. Jó. Na, akkor rendben vagyunk. Na most én azt gondoltam azért, hogy több szempontból is megünnepeljük ezt a 20 ezret. Készültem egy ilyen 18 éves Highland Park aló, Orkney, 20 éves kellett volna. Nem tudom, a Rékának kerül mi a véleményem, amiben privátban megkérdezzük. Szóval ez csak egy 18 éves, tehát bocsánat, de ez már nagykorú, úgyhogy igen, ezzel már nincsen probléma. És ez Orkney szigetén van ez a lepárló, és azon kevés négy lepárló közé tartozik, ahol még kézzel forgatják a malátát, tehát nagyon autentikusan készül a whisky. És hát ez egy különleges tétel egyébként a Highland Parknak, ez a 18 éves, úgyhogy arra gondoltam, hogy ebből egy korkit megkóstolunk. Okay. Látható, hogy már hiányzik bőle egy masszív mennyiség, úgyhogy ez a jobb tételek közé tartozik. Kíváncsi vagyok. Hát kocintjunk erre, egyrészt arra, hogy örülök, hogy velem ünnepled ezt a 20 ezer fős csoportot, hogy létrejött. Másrészt meg úgy tudom, hogy szereted a jó viszkit. Igen, tehát nem csak a pizza, hanem a viszki is. Így van. Gyerekek, egészségetekre, és hát nagyon köszönöm minden klubtagunknak, aki aktívan részt vesz, és posztokkal gyarapítja gyakorlatilag a csoportnak a munkáját és az életét, és segíti azokat, akik kezdők, és válaszol helyettem is a kérdésekre, nagyon jó. Úgyhogy köszönöm mindenkinek, aki aktív a csoportba, és hát örülök, hogyha minél többen vannak, akik megtanulnak jól pizzázni. Így van. Na hát akkor még egyszer megismerkedésünkre. Egy jó kis zakapás pohárba. Kis méz. Kis gyümölcs. Füge. De benne van a 18 év, hallod? Jó kis lágy lecsengés, érzem, milyen meleg. Pici fűszerrel a végén.
Kicsit nátás vagyok, úgyhogy ennyire. Ide jött nátásra viszkizni. Aki jól ezt tisztítani, nem? Szóval egy baromi jó tétel ez a 18 éves Highland Park, úgyhogy ha arra jársz, hogy egy ilyet akciósan hozzányúlsz, mert most már horrorisztikus az ára, akkor mindenki cuppany rá, mert egy nagyon-nagyon jó tétel. Nátásan is jó? Uh-huh. Akkor jó. Már kifele jövök belőle, úgyhogy. Úristen, de jó az a tétel. Jaj, de kár, ha el fog fogyni. Na, szóval ilyen volt az első kocintás, akkor kezdjünk pizzázni, jó? Így van. Csináljam én az elsőt, vagy te sütsz először, hogy szeretnéd? Mind, először csináld te, megnézem, hogy... Csináljam én, és ezt neked adom. Félrakjuk szóval ezt a jó kis Highland Parkot, ide rakjuk valahova, hogy... Ja, és még van egy kis ajándékod, amit kérlek szépen a Mercato Italiana ajánlott föl számodra. Úgy említettem, hogy te vagy a 20 ezredik tag, és egy Vesuviót és egy Rega paradicsomot. Ó, szuper. Úgyhogy használd örömmel, egyébként ez a legsikeresebb paradicsom gyakorlatilag ízre is, meg forgalomra is. Hát a Vesuvio az meg ver minden gyakorlatilag. Most meg is fogod kóstolni. Szerintem jó, még Vigemánot nem kóstoltál még, nem? Nem. Na hát akkor itt van a is lehetőség. Az a hely, ott fog kelni nekünk, hogy ezt rakjuk el, bocsánat, oda valahova. Okay. És félre is rakom. Akkor kezdjük először. Én arra gondoltam, hogy ezzel a 65-ös hidratációjú Vesuvioval. Ez most már kin van, ez 24 órás, ez gyakorlatilag szinte végig szobahőn volt. Uh-huh. Egy órát volt, vagy másfelet volt kint a két fogom, amíg lehűtöttem a dagasztáshoz, és úgy hidroztam ki. Gyerekek, nagyon-nagyon fura érzés volt, tudom, hogy ilyen hangzik, és tényleg nincs semmiféle nagy képesség nincs benne. Nem tudom, mikor dagasztottam utoljára 65-ös hidróval tésztát, szóval nagyon fura érzés volt. Kivenni, laminálni, egyszer tudtam csak laminálni. Nem engedte tovább, majd végig fogom venni gyakorlatilag majd azt is, hogy ezt most ide rakjuk. És ebben mennyi élesztőt raktál? Hát úgy szoktam rakni, hogy most egy olyannak a Vigevánonak az élesztőjét használom, ez egy picit többet igényel, mint a Stagioninak a száraz élesztője. Uh-huh. Ezt úgy csináltam, hogy másfél grammot raktam bele gyakorlatilag az egy kilóba, bigába, 100%-ig biga volt, tehát előtiszta volt az egész 50-es hidratációval. Ez volt olyan 10-12 órát körülbelül szobahőn, és utána még 0,5-öt beleraktam a davasztáskor. Uh-huh. Tehát 2 gram került bele gyakorlatilag a teljes 1 kiló lisztbe az élesztőben. Jó? És egyébként javaslom mindenkinek, aki teheti, hogy egy ilyen élesztőt patincson magának, mert ha hűtőbe tárolod, és kis üvegbe, kevés levegővel, ahogy kivetted, kiöntöd, visszarakod, utána egyből a hűtőbe lezárod, akkor 2-3 hónapig patikán lehet vele sütögetni. Jó? Na nézzük meg! Jöjjünk ide a kamerával, és lássuk, hogy mi történik itt a pizza fronton. Dobunk egy kis nyújtólisztet. Egyébként ez a Vigevánonak a nyújtólisztje. Ez csak meg mi az állaga? Hát ilyen durum, meg mit tudom én, keverék. Igazából amitől nekem jó egy nyújtóliszt, hogy igazából nem tolja el az ízét a tésztának. Tudod? Tehát amit kisütünk, ne érezd a nyújtólisztet ízként pluszba. Nagyon sok nyújtóliszt sajnos olyan karakteres ízt képvisel, hogy eltolja a tészta ízét. Ez pedig nem. Úgyhogy baromi jól. Tehát látszik, hogy ez ugyanaz a csapat tesztelte ki, hogy ezzel a lisztekhez milyen nyújtó lisztet kell betenni. Na pattintsuk ki a kis tésztánkat. Szóval ez gyakorlatilag végig szobahőn volt, másfél órát kivéve, és úgy sütjük ki gyakorlatilag a kis Vigevánunkat. Jó? Egyébként ezen V300-as környéki ez a liszt, úgyhogy ez már gyakorlatilag így 24 óra után már nem tudom, hogy katonásan áll, nem terül szét. Hát én ehhez az állathoz vagyok szokva kb. Igen, úgyhogy majd lehet, hogy ezzel fogsz egyet majd sütni. Jó? Úgyhogy most szépen kinyújtjuk. Nincs. Meg fogjátok látni, hogy amire én számítok, hogy egy nagyon szabályos, jó kis egészséges cornicionéval lesz majd ez most megáldva. Nincs. Ha megnézitek a nyújtást, többször el szoktam mondani, hogy nem új hegyen, hanem új begyen nyújtunk, ugye, hogy minél inkább tudjuk kialakítani ezt a formát. Javíts ki, János, hogyha valami 10 évet tapasztaltál. Én teljesen máshogy nyújtok, de majd megmutatom akkor. Ja. Lehet, hogy még ezzel a tésztával azt a nyújtást el fogod tudni sütni, de elképzelhető, hogy tudok lányabbat is nyújtani, az már művészet, igen.
Egyébként, azt hiszem, hanem kézzeljétek ebből a 90-es hidrói tésztából, még két bucim. És gondoltam, hogy mivel te egy pró vagy, így előkapom azt a 90-es hidrót is. Okay. Na, szóval... Ilyen látvány pizzériában dolgoztam, úgyhogy... Tényleg? Dobáltátok a szilikon pizzáknak? Azt nem, igaz. Igazi dobáltátok? Így ezt lehet dobálni, de szerintem a magasabb hidrójúakat nem. Na, gyerünk ide a kamerával, nézzük, hogy mi történik. Itt van egy kicsit nagyobb bubi, szóval én kiszoktam így nyitni, hogy ne történjen. Mi legyen paradicsomos, vagy az első alap, hogy milyen legyen? Uh-huh. Igen? Van jó kis gyimetáros lapátunk. Ugye pont annyi fér bele, mint amennyi egy 33-as vagy 32-es pizzához kell. Meg is vagyunk. Dobunk egy kis gránapedánót. Itt van a jó kis mazsalikánk is. Ugye van egy csomó tartozék. Ez medves. Ilyen papírtörököző, hogy frissen tartsa gyakorlatilag a bazsalikumunkat. Jó? És dobunk rá egy kis friss mazsát. Egyébként ezt a metróba vettem, ott lehetett most kapni ilyen nagy levelűt. Valamiért cserepes ez, hogy eltűnt, mint a metró, volt valami fertőzés, nem tudok róla. Ilyen közép elfagyott. Igen. Ez Na, szóval mit rakjunk még rá? Ugye rámegy a Fiordi Latte, ez most itt egyébként éppen szarvasi, amit rá fogok tenni. És akkor van itt nekünk lilahagymánk, gombánk, előre pirított ilyen paradicsomunk, hogy mit rakjunk még rá. Nem tudom, én szeretem a margaritát. Legyen margarita? Aha. Teljesen tradicionális? Ja, kezdjünk azzal? Jó, legyen így. Oké. Okay. Na, akkor dobjunk egy kis olívaolajat. Mit szólsz hozzá? Itt a középről kell kezdeni, és akkor így kis spirálokba kifelé kell tolni. Ez se szokott engem pont érdekelni, hogy 10-ből 9-szer rárakom az olívaolajat. De egyébként ez az elvárás. Na, itt van jó kis lapátunk. A kis gyümetál, nézzen ilyen súlyra. Uh-huh. Jó. Kellemes kis könnyű, nem? Aha. Na, nézzük a Takás Tumi-féle gyakorlatilag technikát, hogy hogyan lehet nagyon elegánsan pont rászolni. Pont láttam. De tényleg annyira elegánsan csinálja Tomi, nagyon jó a finom motorikus mozgás, és így csinálja, rányomja, és akkor így rámegy annyi, amennyit kell. Ugye ez egy 65-ös hidró, úgyhogy ezzel lehet egyébként bátrabban bánni, úgyhogy nem gondolom azt, hogy itt majd bármiféle bajba kerülünk azzal kapcsolatban, hogy letapadna a lapátra. Gyerekek, minél alacsonyabb hidrója van egy tésztának, annál biztosabb, hogy nem fog letapadni, és könnyen be tudod vetni, így van? Így van. Minél magasabb a hidró, annál nagyobb művészet, hogy kerek pizzát süssél. Így van? Uh-huh. Hát ezt mindig húzni kell egy kicsikét, mert... Általában a sütés után gyerekek... azt a formát veszi föl, ami a buci alakja volt a dobozban. Igen? Uh-huh. Szóval, ha szép kereket akarsz, akkor kerekedénybe kell. Igen? Uh-huh. Na jó van. Gáld is nekem ez a tapasztalat. Jó lesz így ez? Egy kis sajtot dobjunk még rá? Hm? Ide uh-huh. esetleg? Na, Réka is segít nekünk, nagyon rendes. Petra, de... Réka, bocsánat, Petra! Szóltam második a később is, második videóban. Második neve Réka. Hol volt Réka? Ja, tudom, a Gergőnek a felesége Réka, azzal keverem, most beszéltem, szegény Réka. Petra, szóval, na, akkor csinálunk egy mesés vetést. Gyere erre az oldalra, és Petra az alkalmi kamerásunk. És aki jó bekerüljön, mert így benne is vagyunk. Azt tudtam csinálni, hogy itt még kicsit letörlöm. Betesszük és indítjuk a stoppert. Ez most be van állítva, kérlek szépen 1.45-re. És meg akkor fog sipolni, de hát majd eldöntjük, hogy mikor vesszük ki, de akkor már biztos ki kell venni szerintem. Na, nézzük meg, hogy mi a helyzet. A pizzát figyeljük, ne a fiúkat. A fiúkat az maximum csak a csajok érdekli, de azt se sok emagó korosztályban vagyunk, aki már izgalmasak lennénk, így van? Így van. Janikán. A broncsok nőnek? Brutál? Rendben? Alakul szépen. Janikán, te most itt egy szakértőként vagy jelen, úgyhogy kérlek szépen értékeld, hogy mi történik a sütőbe. Tényleg az abroncsok. Pirula. A széle. Uh-huh. A sajt. Hát gyerekek, kanottónk lesz, szinte. Na, hát nekem
Lehet, hogy a liszt miatt, de sose sikerül ilyen szépre. Nem mondott, nem sikerül. Van nálam dagasztó. Azért léptem be a csoportba. Van nálam dagasztó tanfolyam. Jobban ki kellett volna nyújtsam, nézd meg, mekkora abroncs lesz. És én neked majd ez most, ezt már Kálmán is megirigyelhetne, olyan kanottó lett, hallod? Azt a rácsot vegyük el onnan. Én nem vagyok, hogy kirakjuk ide. Szerintem közel vagyunk már a készhez. A pizzát vegyed, nem kíváncsi rám senki. Nagy lufi fejemre. Na szerintem lassan kész vagyunk, kinyitom, jó? Igen. Csináljuk már. Fotót, topán. Azaz. Na, nézzük meg, hogy áll a kis pizzánk. Szép az alja is. És itt van, gyerekek, egy brutál abroncsos. Hát igen, itt vannak nyújtási hibák. Nem baj, majd megmutatja nekünk a János, hogy hogyan kell ezt csinálni. 10-10-valány év gyakorlattal. Szinte közel voltunk ahhoz a pillanathoz, hogy 1.45 alatt süssük ki. Na, nézzük meg, hogy milyen lett az alja. Jó, felemeljük ide. Tukantjuk meg. Jó lett? Jó lett. Na. Rekünk-e még rá valamit, vagy jók vagyunk? Mert vannak itt mindenféle ilyen kis finomságok. Ilyen kis paprikás, jók vagyunk szerintem. Pesztot lesz originálban, megkóstoljuk. Jó. Akkor hozok egy tányért. És fölvágott-e, hogy fölvágjam én? Ez majd ropogós-e? Elég ropogós. Elég ropogós? Ollóval még sose vágtam. Szóval most már gyakorlatilag így, hogy ez az első pizza, amit most kisütünk, ugye? Igen. Tehát ez gyakorlatilag ugyanúgy történik, mint a videóban, nem? Uh-huh. Nem a 30-et rakom be az. Nem. Valaki ezt megkérdőjelezi, vagy? Jaj, hát itt mindenféle kitalálnak. Ja. Vannak ezek a trollok, tudod, hogy 90-es hidról nem is létezik. Tudod, de ezt is kitaláltam. De ezt semmi értelme is kitalálni egyébként. Egyébként csak lisztfüggő, hogy milyen hidróval dolgozunk. Na, nézzük meg. Azt mondja, hogy... Akkor nem csak a focihoz ért mindenki, hanem a pizzasütéshez is. Hát, hál' Istennek, az még nincs annyira rossz helyzetben, nem vagyunk, mint a focival kapcsolatban, mert azért ez egy új terület, azért legyünk őszintén, ez nem egy pizzás nemzet. Igen. A lángos az egy pizza fritta. Van, amit ez a négyzet alakú, azt minek hívek, nem a langalló. Kenyérlángosos nemzet, nem? Töki pomposos. Na most itt van a legvastagabb része, és mindig avval is cikiznek, hogy mindig ott vágom át, ahol a legvastagabb. Na most ott vágom el, ahol nem a legvastagabb, jó? Azt majd a másodikra vágom. Na nézzük meg, hogy milyen lett az abroncs. Mi? A 65-ös hidratáció a Vesuvio. Úgyhogy én mondtam nektek többször, hogy az alacsonyabb hidratációnál is baromi jól működik. Úgyhogy nem kell bőle problémát csinálni. Rendben van? Közben fotózunk? Uh-huh. Köszi. Fotó. Nagyon jó. Egyébként egész közel össze a kamerákon, még jobb képre készülnek. Így. Azaz. Nagyon jó. És... nézzünk ki. Na, és akkor nézzük itt, ahol nagyon vastag, jó? Mit szólsz hozzá? Nézzük meg, hogy ott milyen lett a... Hát azért itt nagyon átjön, hogy milyen a kultúra, ugye? Rendben van? Szép. Szép? Na jó, most a körbevágom, és akkor rákostolunk. És hát Petra nézni fogja csak. Eltaláltam, Petra? Jó, van, igyekszem. Szerencsé, hogy téged hívtalak meg, érted? Nem? Persze kettőt kaptatok neki, ne? Nem kapom akkor annyira a lecseszést. Na, megkóstolzik akkor? Szerintem nagyjából jó lesz hőmérséklete, nem? Jó. Így néz ki a 65-ös hidratációjú Vesuvio. Liszt, ami 24 órás kvázi szobahősérlelésen van túl. Milyen sütővel dolgozol otthon? Ferrari-ban, G3-ban. Na, G3-ban, mert én is kezdtem. Engem más volt, mi? De azáltal találtam rád? Mert rákerestem, hogy érdemes abba sütni. Na, milyen? Nekem egy nagyon picit még gumis. Nagyon enyhém. És ízre én azt gondolom, hogy majd a
75-ös hidroütést, a többet fog tudni. Uh-huh. Ha? Most csináljuk azt, hogy vágatlanul süssük ki a 75-ös. Mit szólt? Jó, valami van meg. Adok neked, aha. Nézd, csak itt van egy kendő. Ha. Köszönöm. Ha beelfogadtad volna az én köpenyemet, abban van gyárilag. Ő zsebre dugod van. Nagyon jó fej volt a János, mert hozott saját kötényt. Ugye profi vagy, hallod? Na, akkor ezt most így félre rakjuk. Úgy oda. És... megpróbálod a 75-ös? Ma azt mondtad, láttisztával is jobb állsz. Megpróbálom. Megpróbálod a 75-ös? Uh-huh. Hát nem, akkor megsütünk még egyet. Mi bajunk, ja. Nem? Maxgiukat. Szóval, sziasztok, pizzapajtik, itt van egy 75-ös hidratációval. A Jánosunk fog sütni egy Vezuviót. Ne várj, ez a teljes kiörlésű. Hozom a másikat, jó? Mert ezt harmadikra fogunk sütni bele. És akkor én mondom, hogy milyen pizza legyen? Uh-huh. Hozom neked a spatulát. Okay. Be szoktál lisztezni? Be. Ha. Én úgy szoktam csinálni, legyen? Hogy így, amelyiket akarod, azt vett ki. Én úgy szoktam csinálni, és csak, hogy miért még baj lenne, csináljuk úgy, hogy itt megcsinálok neked, mert ebben lehet, hogy nincs gyakorlatod, hogy négyzet alapú dobozból hogy veszed ki. Dehogy. Így. Na. De én ugye úgy tanultam, hogy a teteje az alja. Uh-huh. Én mindenkit mindenre ráhagyok. Az a lényeg, hogy jól kiérlelt és ropogós és fincsi tésztánk legyen. Na. Mert én ilyen, tehát én így tanultam. Az a nézetek, gyerekek, milyen úgy van. Ezt még egyet nem is láttam. Igen, nagyon láttam. Wow. Sőt, én Nápolyban is még így elnék, gyerekek. Nagyon komoly volt. És akkor, hogyha már elég nagy, de lehet így lógatni is, hogy... Ez bírja egyébként ez a tészta, ha nyugodtan jó, csak úgy ahhoz végszok, hogy játszik. Igen, tudom. Hát mert biztos gyermeit használsz. Nem. Milyen lisztet szoktál? Szabó malomféle lisztet. Szabó malom, aha. És akkor így nyújtottuk mi. Aha. De aztán lehet persze. Szerintem jók vagyunk, mert most már lesz egy kicsit a lapát. Jó? Jó. Így jó? Aha. Hát az azért kell figyelni forgatni, mert például, hogy beforgatt, az egyik helyen az ujjad egy kicsit megnyomta, uh-huh. Majd óvatosan kell csináljuk. Csináljuk azt, hogy csinálj még egy margeritát, jó? Mit szólsz hozzá? Annyi különbsége, hogy az ennyibe dobunk egy kis lila hagymát. Szólsz hozzá. Okay. Ó, megvan a gyakorlott mozdulat, azért az a 10-14 hisztév nem múlt el, kérem szépen. Előbb szoktad a bazsát, aztán a Grana Padanót, vagy? Mindegy. Bár ezzel kell kezdenem, csak azt elfelejtettem. Már milyen udvariasan megkérdeztem, uh-huh. Látod? Igen. A sütőnket megkeserem egy kicsikét, mert túl sok nyújtólisztet hagytam az enyémmel rajta. Most egy cikét lekefélgetjük. Középről kezdem. Ja, kész. Ennyi. Még elfordultam, baszki? Mert most nem láttam, nem tudtam, Janikám, nem tudtam beszólni neked, hogy mit nem, minden tetszik, de úgy néz ki, hogy rendben van. Adok neked akkor egy lapátot. És hát ugye ez sokkal könnyebb lesz majd egyébként kinyújtanod erre a méretre. Uh-huh. Mert hát ugye ez 35-40-es ez a sütő. Ez egy jó kis evolution. Nagyon profi, kérem szépen. És akkor... Így jó, a méret. Sem lehet bevan, aha. Akkor már csak megmegyünk az operatort, hogy bemegy oda mögéd. Hm. Arra az gyere. Arra, igen. Így. Petra. Hát kicsit eldeformálódott. Igen, indítjuk a stoppit. Jó lesz az szerintem, nincs az a semmi. Közepén mérjék meg. Így. Ja, majd kimegy arról azt. Lehet ezt meg lehet csinálni egyébként, hogyha egy nagyon kicsit zavar, akkor fogod, és egy picit így alányulsz, és akkor így kiengeded alulra. Egyébként azért szoktam egyenletesen elhelyezni a sajtot, uh-huh. Mert itt olyan masszív hő van. Terheli. Ja, és akkor egyenletesen nyomja alá gyakorlatilag a neked a tésztádat. És ugye amikor ott megemeli, akkor nem kap annyi hőt, hogy ott kevésbé sül uh-huh. meg. Az abban csak szép kerek lett ennek a nyújtásnak a következményeként, nem? Hogy látod?
Igen. Elégedett lehet. Arra kell figyelni. Nekem tetszik, ahogy nyújtottál egyébként. Egy pont volt, ahol... És amiatt nem kell talán aggódnunk, hogy ott kiszakad, mert hogy itt nem kell forgatni. Láttad, hogy előtte sem forgattam a pizzát, hanem itt, ahol bevetettük, ott kisül szépen egyenletesre, de fókuszáljunk a pizzára. Nagyon rendes a párod, hogy így minket is megörökít így pizzázás közben. Hogy ez ilyen, Szóval inkább az ír típusú viszkiket szereted, lágyabbakat, kevésbé füstös. De azért még egyre rákostolunk, hallod? Itt most itt eltöltünk egy 2-3 órát pizzázással. Én is ütöttem lapáttal. Na mit szólsz az abroncsokhoz? Nagyon szép lett. Jól nyújtottál? Mondjuk. Egyébként ugye én fix méretre nyújtom, utána a lapáton már nem nyújtom. Most húztál rajta egy picit azért, nem? Kicsit igaz. Hát jól, mert hogy úgy legyen. Jaj, ja. Meg hát feltétel már könnyebb nyújtani. Szerintem már kivehetjük. Ahogy érzed, vegyük. Én benne vagyok. És jól is teletőr 45. Most ugye veszem a rácsot, jó? Így. Megnyomjuk itt a stoppot. Így. És kérem szépen. Hát csodi szép lett. Igen, hogy vetésnél érezted, hogy egy picikét ott a kerek forralva szépen, de hát figyelj, óvatosan lenne csúszom. Így. Jó lett az alja is. Rendben van? Hát ugye itt a sütőt gyakorlatilag minősítjük bizonyos értelemben, ugye? Jó ez a sütő. Csak nem rakunk le lilahagymát, ezt elfelejtettem, hallod? És tudod, megtréfálásra fogunk ráfújni, mit szólsz hozzá egy kis fokhagymasprét? Jó. Van nagyon jó ennek. Amúgy mi úgy csináltuk Ausztriában, amikor kivettük frissen, fokhagymás olajjal lekent. Nézzük meg, hogy ropise. Ugye azt csináltad, hogy a szélig kikented, ugye ott ránt rajta, és akkor itt hallod a topogást jobban. Jó, és nyomunk rá egy kis sprét. Magszagod, ami lehet van? Milyen? Érezni? Aha. Jó kis masszív fokhagyma? Durva. Kis Mercato italianos kis tudsz, nagyon finom. Na hozom a tányért, kipattintjuk, és akkor megnézzük, hogy mi a helyzet ez ügyben. De ezt már fölvágott te, ugye? Föl. Tessék. Mert letörlem róla a velesleget. Így. Hány felé vágjam? Hát mit tudom, a 6 felé fölvághatod. És akkor ezt így kell, ugye? Nagyon profi. Na nézzük csak meg, milyen az abroncs. Úgy. Úgy fotózzuk is le szépen, azaz. Így. Ez csak is így. Kicsit tölt hátrébb, hogy árnyék ne legyen, azaz. Nagyon jó. Így. Vágjuk tovább. Még. Mennyire hasonlít a... Milyen malom? Szabó malom. Szabó malomnak a lisztjéhez. Van különbség? Hogy érzed? Van. Az egyik tud, mi a különbség? Nézd rám, János. Az egyik tud pizzalisztet csinálni, a másik meg nem. Ja. És ezt nem azért mondom, mert bántani akarom a Szabómat, biztos baromi jó kenyérlisztjeik vannak, hogy minden más. De higgyed el, hogy ez olyan tudás kell, ami Magyarországon nincs jelen senkinél. Egyébként ők nem tesznek semmilyen adalék anyagot a lisztbe, de ennek megfelelően... Már ki a Szabómalom? Aha. Ez ilyen egy kis malomciget szemlékolósan egyébként. Aha. Te biztos vagyok benne, hogy jó fejek, tehát nem kételkedek, meg jó lelkűek, meg minden. Na, rákóstolunk, hogy milyen? Melyiket választod? Mindegy, ezt mondjuk. Ezt választod? Meg ezt. Így néz ki, gyerekek, a jó kis tésztánk. Érzel a különbséget? Mi a különbség szerintem? Hogy te nyújtottad. Lágyabb ízű. Lágyabb, ugye? És ropogósabb is egy picit? Hát van. Nagyon kis tésztán. Kíváncsi vagyok, hogy ízre mit fogsz érezni különbséget. Tésztára. Jó, kicsit a fokhagyma bezavar, ilyen egy fújva.
Én egyértelműen az altosabbnak érzem. Könnyedebb. Sokkal könnyedebb. Ugye? Na, gyerekek, ez volt a 65-ös meg a 75-ös közti hidratáció, közti különbség. Az az 1 deci, de az 1 deciről beszélgetünk, ugye 1 kilólisznél. Az ennyit számít gyakorlatilag egy dagasztásnál. Vizes közegben az élesztő nagyon jól érzi magát. Uh-huh. Minél vizesebb, annál jobban érzi magát, annál jobb munkát végez. Na, ilyen jól megy neked. Nekem nem is kell, mert dolgozom semmit sem. Jó. Úgyhogy most az lesz a feladat, hogy, hogy a teljes kiürlésük fogod pattintani, és hoztál ide egy kis prosuttót. Akkor gondolod, hogy megvannak hozzá az alapanyagok, akkor készítsd el, én meg addig nézzük valami jó viszkit, jó? Hogy nehogy elfáradjunk itt a koncentrációban. És hát ugye adom neked a spaklit, a spatulát, a lapátot. És hogy nézzek valami jó viszkit, akkor valami lágyabb ízvilágot. Egyébként ugye? Ilyet honnan lehet beszélni műanyagot? Miszko.hu kérlek szépen, ahol a kemencét is, és 2-3 ezer forintos történet, úgyhogy nem egy veszélyes sztori. Mert nekem fém van, de ez jobb. Hát igen, mert hajlékony. Azért kell mind a kettőből legyen a fémből is, a takarításhoz, meg a bucizáshoz uh-huh. nagyon jó. Ugye ez meg kiszedni gyakorlatilag a tésztát, ugye a dobozból. Japán viszki is lehet, azok jó lágyak. Aha. Már jó van, akkor jó ízlésed van, az hasznos. Azt mondja, hogy japán viszki. Na, melyiket válasszuk? Nem. Nem félel akkor. Szerintem mondjad, hogy mit csinálsz, hogy oktasd ott a kezdőket, hogy jó, jó. Hogy mi a helyzet, amíg én itt vadászom a... Akkor most megmutatom az én nyújtási technikámat. Ugye így lenyomkodom a szélét, de arra kell figyelni, két kezem között megy, hogy nehogy összenyomjuk a szélét, és közben forgatjuk is. És amikor körbeértünk, és megfelelően nagy, hogy már belefér így a kezünk, akkor lehet egy kicsit így nyújtani. Hát itt van 4-5 féle japán viszki. Így. Most gondoltam, hogy huncut leszek, hogy viszik neked egy hordóerős japán viszkit, mit szólsz? Oké. Okay. Azt mondom, mit jelent, hogy hordóerős? Hogy hát erősen érződik a hordó. Nem, nem azt jelenti. Hanem? Nincs higítva, hogy ahogy a hordóból lejön. Ja. Azt egyébként szeretem. Igen, ezt Nika from Barát szereted? Na. Hát akkor... Lehet, hogy nézek egy másikat, mert ha már ilyet itt áll, azt olyat nem már szeretném, hogy olyat, már olyat így áll, amit már itt áll. Picit. Na, halló, itt vagy? Akkor figyelj, nyitom a kaput és gyere be, jó? Teszünk rá egy kis cukkinit. Na, azt mondja, hogy... Így, egy kis padlizsát. Pörögjé. Ezek jól mennek a sonkához. Ja. Akkor mehet a sütőbe. Oda, gyere föl az emeletre, ott szembe. Húsör van a kezébe. Szeretem az ilyen vendégeket. Még ahol sokkal eljött a teszem. Nyitva, gyere be! Ott mindent le tudsz venni, és akkor tipek föl. Na, azt mondja, hogy... És közben a Jánosunk dolgozik Serényen, és előkészítesz el olyan pizzát, amivel majd neked szívesen fogyasztod a sonkát, ugye? Így van. Visszarakjuk a tetőt közben, ne száradjon ki a tészta. Ez is. Kiveszem a lázt. Még nagyon lágy. Hello. Szabasz. Üdvözöllek. Ilyen jó sportos kövök vagy. Hú, hoztál F-t? Nagyon negyelendes gyerek vagy. Nagyon jó. Tesco-ba egyetlen. Jól tetted. Ez csak milyen jó kis. Hello. Te szereted a belga söröket? Szeretem. Na. Mi bajunk veled, nem? Mi a keresztneved? Márk. Márk gyerekek megérkezett pár belga sörre kóstolni. Képzeld, olyan szerencsés, hogy dögött állatos pizza is lesz. Hallod? Nem tudom.
Ja, bocsánat, nem dögött át. Milyen hívják? Milyen sonka? Á, én vegán vagyok. Te is? Nem, vicc. Ja. Szia. 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 Na. Benne leszik a tévében. Hát ez, igen, a mi tévénkben, a YouTube-ba. Na, nem indítottam órát, de... Hát figyelj, ősz úgy is érzés lesz, aki 10 évig pizzázott, ja, az ki kell kapja. Az már érzi. Ez szintén egy viszkis pajtásomtól kaptam, pizzás pajtásom kaptam, ez Mizunara hordós, blended whisky, uh-huh. Ez a Shinobi. Jó, ilyet még nem ittam. Na, teljes. Hozunk hozzá két új porrat, hogy nekeverjük össze az ízeket. És hogy állunk? Alakul. Alakul, ott van a vető, az élforgató lopát balra, szerintem ragad meg. És akkor... Kezdve 10 évig pizzázott Ausztriában, hallod? De te lennél a 2000-edik? 20 ezredik. Na, szerintem már jó lesz. Köszönöm, Máté, mekkora esély volt rá, hogy a 20 ezredik tagunk az egy pizzás lesz. Hallod, aki pizzázott 10-ig, mekkora esély volt? És egyébként most meg informatikával foglalkozik. Igen. Volt egy nagy ugrás, nem? Akkor ennek csak a felére rakok. Sonkát. Jó, én is meg tudjam kóstolni? Aha. Nagyon rendes vagy, de ha én kimaradok a szórásban, ne csinálj bele problémát. Jó, most ettünk még egyet. Ettem a pizzát. De megkóstolom szívesen, hogy mit nyújtottál, jó? Tehát így úgy csináltam, hogy felére akkor jó, kérni, jó? Jó, oké, akkor így. Egyébként majd úgy fogjuk csinálni, hogy ne vesszen kárba, hogy van dobozunk. Uh-huh. És akkor mivel a 20 ezredik vagy, viszel haza is pizzát. Mit szólsz? Jó. Ne tessék, itt van egy kis Shinobi. Köszi. És hát örülök, hogy van itt egy újabb pizzás pajtás. Te azért jöttél, hogy ismerj egy kicsit az Integrale. Igen. Vízvilággal, úgyhogy itt most lehetőséged lesz, mert sütünk párat. Jó, néz ki. Ez a Moresina és a gyakorlatilag a Due, a Oro Due, a Vigevánonak a lisztje. Jó, megnéztétek az alját és mindent? Ja, azt még nem. Fú, nekem így nem viszkizünk, hallod? Nem néztük meg az alját. Azt tudnod kell, hogy ez lassabban sül ám. Azt észrevetted? Észrevettem, észrevettem. Tehát ez ilyen 2-2-10 is van, ugye a korpa miatt olyan masszívan veszi fel a hőt, uh-huh, hogy több idő kell neki. Lehet, hogy még kellett volna neki egy 10 szeg. Mindenki megmutatod az acskóját? Meg. Na. Egészségetekre. A 20 ezredikre. Mondasz egy Pepsi? Kicsit olyan csípős, Misatim. Ez csípős. Vagy tényleg náthás vagy, hallod? Ez olyan lágy, hallod? Ez mint a néve a krém, hallod? Én nem érzem lágy. Nagyon lágy. Brutál. Teljesen lágy. Abban még alkohol szintem, ez 40-es. Megnézed, hány százalék van ráírva a japán viszkire? Ott jobbra. Szerintem 40-es lesz. 43. 43. Na hát, az majdnem eltaláltam. Kérdekes, mert a Nikkán meg nem szoktam érezni, hogy az 50-es. Nem brutál lágy szerintem. Kis édes. Én abszolút érezni Mizunara hordót. Mizunara hordó az egy nagyon édes kis ízt ad általában a viszkik. Meg azért nagyon nagy sikert, így mennek inkább a japán viszkik. Inkább így a számban van ilyen. Más érzés, nem a... Azért ez a Shinobi az nem egy top class tétel, tehát nem egy 18 éves Highland Park. Ez inkább ilyen belépő kategória. Uh-huh. Tudod, ilyen katerkázós, leülsz, már fáradt vagy kólával. Nem. Vicceltem. Nem. Isten őriz. Na, fölvágjuk vagy? Föl. Vagy rásütsz még egy kicsit? Rásütse. Hát figyelj, ha gondolod, vagy az van, hogy ezzel együtt rá tudsz sütni, én rásütnék egy kicsit még. Betartom. Nem lesz nagy baja. Még kicsit még süssünk rá, mert én úgy érzem, hogy kicsit kell neki. Betartod. De lerakhatod, nézd csak, az a lényeg ennek a forgatólapátnak, hogy így néz csak. Ha. És akkor így tudod tartani. Mert az alja is kaphat egy kis hőt, úgyhogy nem jó, igazad van. Az letapadni, akkor már csak ráccsal lehet berakni, de van rácsom. De nem kell, jó így. Picit a sok éves pizzadásnak... Egyébként, hogyha fölül rakod, akkor tényleg kicsit jobban kapja a hőt. Ja, tudom. Ebben igazad van. Hát ott, hogy két guru. Ja. János 10 év forral. Jó, de én nem nápolyi pizzát sütöttem. Hát még miért sütöttél? Hát... osztrákot. Igazi osztrák. Ja.
Hozok neked poharat? Nost. Majd a tányéron vágjuk föl, jó? Jó. Mert rácson nem szokott olyan jó lenni. És csak hoztam a neked a vágást. Jó, köszönöm, telefonnak. Én meg a kis söröcskémet megpattintom. Ez most már... Jó, szerintem jó. Most hallom, már kicsit ropog. Ropog, ropog. Aha. Közelebb vagyunk. Még elbírt volna egy kis hőt egyébként, de most már jó. Legalábbis én nekem, az én ízlésem szerint már jó. Jaj. Na, akkor először így. És Petra milyen jó fej is, kamerázik és kitartó. Mint egy jó anyuka. Megnézzük az abroncsot? Nézzük egy másikat, már az úgy eltépődött. Ja. Vizuálisan nem biztos olyan jó ér, mint a szakadt fehér nemű. Na. Azaz. Úgy nagyon jó. Szép. Rendben van. Vágjuk föl, hát van még egy ilyen száj, kérlek szépen. És hosszú után először újra hús kerül föltállalásra a pizza szentélybe. És akkor ő hogyan készül? Gyere ide, kóstoljál te is. Jó, én csak nézem, hogy hogy fogtok fogyasztani. És kérlek szépen, ez úgy készült, hogy ez 80... Gyere választ egy szeletet. 82-es hidratációval készült, és hát ez most már még egy nappal idősebb, úgyhogy szerintem ez már egy olyan 60 órás, közel 60 órás tészta, 2,5 napos. És ugye 100% biga volt szintén, 10 órát volt szobahőn, 50%-os hidratációval, és gyakorlatilag... Na milyen ízvilágra? Korp azért érezni? Erősen. Magok? Nagyon jó. Ízlik? Pont ilyenre váljon. Tényleg? Igen. Én ha tehetném, mindenhol. De udvariasság nélkül mondod. Udvariasság nélkül mondja. Azt állítja. Nem a sima lisztán jobban ízlik. Hát egyébként általában az integrálai felé akkor szokott valaki elkanyarodni, amikor valamilyen egészségügyi kihívás van. Vagy azért, mert úgy dönt, hogy egészségesebben szeretné élni. Van olyan, aki kint kedveli ezt. Nézd meg közelből. Nézzük meg, mert el vagy. Most már az beharapta, még beharapta, szétnyitottad, beharapta. Így. Aha. Jó. Ez melyik liszt akkor? Ez gyakorlatilag az acskója. Aha, az acskóról is mered föl, és csak ott van az a, rózsa, az a világos zöld, az a fibra. Orodue, de a videóban minden linkot lesz egyébként. Megnéztem pár videót, ebben többféle mag van, nem? Nem. Ez a full integrált liszt, a moresinából van. Ez gyakorlatilag a moresina. Ebben van. Gyakorlatilag 5 mag, meg 7 fajta gabona. Amire azt szoktam mondani, hogy 6. És azt is lehet, hogy csak ebből. Hogy csak lehetne, abból, de ez most felelne. De ez csak fél integrált. Jó? Ez nem teljesen integrált, ez fél integrált. Oké, és ez mit lehet? Hát az, hogy gyakorlatilag kevesebb korpa van, mert nincs benne a teljes búza tartalma. Tehát a búza szemnek tehát nincs a teljes félig, tartalma. Teljes hát úgy van, hogy körülbelül a 80%-a van benne a búzának, búza szemnek. Azt hívják nagyjából félintegráltnak. Aha. Hogyha teljesen korrekt akarok lenni, de hát ha nem, akkor trollok meg kioktatnak úgyis. Hogy azt hiszem, én nyugodtam. Az a terv. Fontálva is most tudom. Ja, nem. Szépen nyújtotta egyébként. Akkor sihet a 90-es hidrójú, ugye azt mondtad, hogy akkor ezt megpróbálod, hogy marad belőle kettő, mert 4 napos. Nem tudom, hogy mit dobott el magától, úgyhogy lehet olyan érzésed, mint ha lángos kellene majd itt elkészíteni, hogyha vetés is izé lesz. Úgyhogy ezt olajba kéne kisütni. Tehát hogy gyakorlatilag a sütésnél, vagy amikor a bevetésnél, ott majd az, hogy beveted egy mozdulat, azt el kell felejteni szerintem, ahogy csináltad ilyen szépen kis jó ritmusban, szerintem úgy jó lesz. Ezt most a te egészségedre iszom. Köszönöm. Bocsánat, lehet önző vagyok, de ez most akkor fele-fele. Így van. A fele okay. Magos, fele pedig a teljes kiörlésű. De igazából ez akkor minek számít? Ez egy teljes kiörlésűnek számít? Hát szerintem igen, mert most gyakorlatilag mondjuk így, hogy 90%-os, hogyha akarnék arányt számolni, de gyakorlatilag ez már azt a hatást, amin a célja gyakorlatilag az integrálisteknek, hogy a cukorbetegeknek, vagy olyanoknak, akik szeretnék, hogy lassan szívódjon föl gyakorlatilag ez a termék, ez tökéletesen hozza. De akkor ettől lesz korpás ízű, hát a másik is barna, mert itt van, melyik és csak megmutatom neked, hogy ez mennyire barna.
ott van valahol a... Ott van, nézd csak, hogy ott fölül. Ott van, hogyha megnézed a lisztnek a színét, azért a fehértől ez messze van. Hát meg ja, nem, ez a maresina, bocsánat. De igen, a maresina, igen, ezt keressük. Ez magos, ez a hat magos, ez az. Ez az. Ez, hogy az a igen? Maresina, igen, ez az. Tehát a bedagasztod, ilyen kávébarna színe lesz, de ez a cappuccino barna inkább, ez a világosabb kávébarna színe lesz. Ez a fél integrál. Így van. Ez a szem integrál. Abból is van kisebb kiszerelés? Ebből? Nem abból, a duéból. Hú, azt meg kell néznem, de szerintem abból nincs csak a 10 kilós, de tudok belőle neked adni, hogyha gondolod. Jó? Kamerán kívül. Papíron nem fizetsz érte, jó? Na, lépjünk tovább, akkor csináljunk egy újabb sütést. Hozom a 90-es hidrót a Jánosnak, mert most ezt a 10 évet itt be kell bizonyítsa nekünk. Hogy? Ajjaj. És megmutatom a gyerekek, hogy gyilkos, aki a gyakorlatilag, hogy hívjátok ezt a híres bűvészt, aki Rodolfo. A is kijött. Ja, Houdini. Houdini, de ez egy Houdini képességére lesz szükséged. Egyre nézzek kamerával, ez erről. Ez olyan, mintha vizet nyújtanék. János, átadnám neked a telepet. Párod forgat. Lássuk, hogy mit sikerül kipatintani belőle. Ő milyen liszt? Ez kérlek szépen egy titkos liszt, de most elárulom nektek. Ugye ez Vigevano liszt, és az a neve, hogy ellevű gyakorlatilag. És ezt a lisztet, tudom, hogy hülye hangzik, de a panettónéhoz és a croissanthoz fejlesztették ki. Uh-huh. Ugyis annak, aki pék, annak... Igen, arra szükség lesz, ja. Hogy annak, aki pék, az pontosan tudja, hogy a panettónéhoz és a croissanthoz egy különösen erős lisztre van szükség az elkészítése miatt. És amikor láttam a képességét, én tudtam, hogy ez szólt is a forgalmazó, hogy Laci bolondol, hogy ebből akarsz vízzel sütni, mondom, hidd el, hogy jó lesz. De a panettone ott van ugye, az látszik a keresztmetszete, mi köze van a croissanthoz? Hát az alapanyagba. De hogy gyakorlatilag hasonló tulajdonságok kellene. Volt egy nyögés itt a hangodban. Nem egyszerű. Fölfedeztem egy nyögést a hangodban. Nem egyszerű vele. Igen? Na azért próbálom én is a másikat meg kisütni. Kíváncsi vagyok, hogy szerintem te szebbet fogsz csinálni, mert látom, hogy baromi jó kézügyességed van. Ezt szerintem nem is nagyon emelgetem. Nyújtani volt, de most már, hogy elkelt tésztával kellett neked is sütni, nem? Ó, hogyne. Pont azt akartam mondani, hogy úgy néz ki, mint amikor a kollega elfejtette bekapcsolni a hűtőt. vagy ki tegnap este elfejtette berakni a hűtőben. Hát kb. Igen. Meg ugye a pizzériában úgy volt, ilyen fiókokban voltak a tészták. Igen. És akkor vagy ott maradt a fiókban. Na, szerintem ez így... ezt engedd el azt a projektet. Mondom. Még aláliszt ezek egy kicsit. Oké. Még itt azért összecsípem azokat a... Na gyakorlott nézzetek, hogy csípj össze. Ja, oké. Szóval ezzel nagyon óvatosan kell bánni, ez gyakorlatilag az extra lágy kategória. Akkor erre most már teszünk hagymát is. Mert... Tegyünk rá a hagymát, ja. És akkor milyen legyen? Hát most először rakunk rá egy kis gránapadánót, aztán egy kis bazsát. És akkor utána pedig rakunk rá lila sajtot, és utána a lila hagymát. Oké. És én ezt szeretném, meg fia, arra mondottam, hogy utána, amikor elkészül, dobunk rá a buffalátból, frissből. Mit szólsz hozzá? Feltéve, sikerül kisütni. Sikerül. Lehet erre. Hát azért nem gondoltam volna, hogy így a 20.000. Tagunkkal ekkora partit fogunk csapni, hogy egy ilyen guruval fog összesodorni az élet, aki úgy informatikus, hogy egyben egy ilyen... De nem csak a pizzázás... Értékesítő vagyok, értékesítő, nem de az igazság, azt tudnotok kell, hogy a pizzázáshoz némi feminin vonásra is szükség van, ezt most ezt mindenféle negatív tartalom miatt nélkül mondom. Gyakorlatilag egy nagyon jó, lágy, finom motorikus mozgást igényel, jól gondolom? Uh-huh. És ehhez bizony kell gyerekek, úgyhogy... Petra, finom motorikus mozgás megvan? Bobbolóval. Egyébként még nem találkoztam olyannal, aki ezt utána tudta csinálni.
Hát, ez nem fog változni. Gyerekek, szeretném, hogyha valaki bekommentelni, aki ezt meg tudja csinálni. Ezzel a sebességgel. Így. De édes a Petra az, hogy helyetted aggódik. Ezen nagyon nyújtasz lesz, de baj lesz. Nem? Bírja ez. Nézzük meg, hogy még mi teszek van. Teszek rá azért, mert nehogy felholjog. És a Zsila hagymában mi van? Az megmarad az elég? Igen. Ez valahogy nem. Most a spiccel vagyok, nem hagyom magam. Oké. Okay. Gyerekek, ez is képzeljétek, airfryerbe sütöttem ki, zseni lett. Befújtam olajjal. Karamellizál? Abban képzeljétek, ezzel a pepperoncinos olajjal fújtam be. Dobtam le egy kis borsot, és beraktam 8 percre 180 fokon. Ilyen zseni lett, nézzétek meg, nem égett meg, hanem látod, meg van jó pirulva. Úgyhogy ilyen bekaramellizálódott. Nem hagyod, hogy becsöpjön? Gyerek, oda. Dadadadam. Hát ez már definom mozgás, kérem szépen, és meg lett. Lett egy ugás. Figyelj, zseni lehet, zseni. De ezt érzed, hogy ez 90-es hidró. És akkor ezt kell megnyomni? Igen. A plate. A plate. Top. Így. Te ugyanúgy el tudtad volna készíteni egy 70-es hidróval? Úgy lehet ezt a tésztát? Igen. Persze, de hát ez nem erről szól. Hát ez ugyanolyan bolond vagy, mint mondjuk akik maximalisták bármiben is. Mert azt nézed, hogy mik a határai a lisztnek. Tudod? Aha. És akkor elkezdett hát tolni. Nem, ez bolondság. Ez fanatizmus. Ez a legjobb szó, hogy ez fanatizmus, gyerekek. Az, aki szívvel, lélekkel benne van ebben az egész pizzás sztoriba, az mindig keresi a határait gyakorlatilag annak, hogy mit lehet egy lisztből kihozni. Yeah. És a kézzel, partner, ez még mindig fölveszi. Megforgatom, fél perc, összerány, összeállat és nem esik szét, de még mindig bírja. Mert ugye, ahogy tapasztaltabb vagy, egyre inkább közben nézzük a pizzát is. Egyre tapasztaltabb, mint olajat raktunk rá? Nem. Nem baj, majd a végén megtudjuk egy kis szarvasgombással, mit szólsz hozzá? Jó. És gyakorlatilag, tehát visszatérve erre az egész tésztázásra, az egész arról szól, hogy amit eddig tudást megszereztél, vagy kitapasztaltál, azt megpróbálod egy kis kedves apetó, nézem, milyen kis dizájn fölülről, alulról. Nagyon kreatív, mint egy jó értékesítő. Kézzel mind a ketten értékesítéssel foglalkoznak. Na. Petra, minél is... Lifter, ugye? Mi a liftnek a márkája? Otis. Gyerekek, ha Otis lift irán valaki érdeklődik, akkor keressetek engem, és megkapjátok a telefonszámát az operatőrünknek. Meg Tiszen, nem? Nagyjából, nem ez a kettő? Otis van mindenhol? Én nem is emlékszem, hogy Tiszen mikor láttam utoljára. Még hagyjuk? Hát figyelj, ez a te döntésed lesz. Hát most én 10 év után megkérdőjeleznélek, mi van veled? Ki János! Még egy pár másodperc. Sziasztok, és tényleg nem lehet elbonyolítani téged egy füstös viszki felé? Ez egy füstös viszki, ha bekóstolnál. Megkóstolhatjuk. Megkóstolnál egy füstös viszkit? Gyerekek. Most, hogy már ezt túl vagyok a 90-es. Utána már mehet az is, nem? Uh-huh. Gyerekek, odanézzetek. A grúzok csinálnak ilyet egyébként, ezt a sztájt. Ez ilyen török. Megnézzük az alját, megemeled, hogy milyen lett. Megsült-e? Nincs. Megsült. Szerintem rendben van, megropogtatjuk, hogy jó-e az abroncs. Ez egy másik utca lesz. Nagyon kíváncsi leszek, itt van a szarvasgombás. Így most csináljuk azt, hogy előbb rárakjuk a tányérra. Jó, de várjunk még egy 20 szekket. Addig még nézek neked egy másik, egy füstös viszkit. Mit szólsz hozzá? Szuper. Mennyire lehet füstös? Csak olyan enyhén. 90%. Van itt egy ilyen ócska tétel. Van ennek egy ilyen sztoria, hogy én gyerekkoromban apukám villanyszerelő volt. És képzeld, akkor én villanyszerelőként végeztem, képzeld. Igen. Az a neve az Artbagnek, ez a Bizarre Barbecue. Már a neve is egyébként egy kicsit